A hely. Riportműsor a Kossuth Rádióban Farkas Erikával. Jó napot kívánok, kedves hallgatóink! Pécsett a mecsek lábánál állok az ifjúság útján, a Szent Ágotai Kutatóközpont oldalsó falainál. Innen lehet egészben látni az épület együttest. Gyönyörű! Három hatalmas hófehér kocka, tehát egy nagyon modern hatású épület, és a fölülről nézve második-harmadik kocka között van tulajdonképpen egy fél földgömb alakú kitüremkedés, amelyik viszont nem hófehér, hanem számtalan sötét apró mozaikból áll össze. Amit én még tudok erről a helyszínről, azt már papírból tudom. Balra mellettem a Vesecentrum, szemben velünk a 400 ágyas klinika és a szívsebészeti klinika épülete, ahol már billentyű beültetésről készítettünk tavaly előtt egy két részes helyműsort. A kutatóközpontot a Kossuth Díjas anatómusról, agykutatóról, Szent Ágotai Jánosról nevezték el, és három évvel ezelőtt adták át az országban az egyetlen 100%-ban egyetemhez kapcsolódó kutatási központként. Egy innovatív, úgynevezett intelligens épület együttesről van szó, ami már önmagában is kísérleti célokat szolgál, hűtési és fűtési rendszere, az energiahatékony és fenntartható gazdálkodás egyedülálló példája lehet. Bejöttünk előről, és két érdekes dolgot is látok. Messziről azt hittem, hogy az épületbe több zsák paprikát hoztak be, vagy valami tavaszi dolgot, de több ilyen rózsaszín necben műanyag lábfejek vannak itt. Műalkotás! Baranya Jenikő, self-sale, önkiárusítás, szó szerint ezt jelenti. Mondjuk így, hogy érdekes, és látok aztán egy mellszobrot, messziről Mátyás király, közelről 14. Lajos. Kalauzunk dr. Kovácsel Gábor professzor, a központ elnöke. Magunkkal hurcoltuk ide a földszintre, hogy mégis tudjam, hogy mit látok. Ezek a műalkotások, hátul van még 4-5 darab, fiatal művészeinknek, Baranya Jenikőnek, Tompa Jánosnak és Burján Norbertnek az alkotásai meghökkentőek, abszolút modernek. Miért hívják a központot Szent Ágotai Jánosnak? Szent Ágotai János a Pécsi Egyetem valahai talán leghíresebb tudósa volt. Miután ez a központ annyiban is különleges, hogy ez nem egyik karunknak a kutatóintézete, hanem az orvostudományi kar, a természettudományi kar és a műszaki informatikai kar együtteséhez tartozik. Szent Ágotai azért is egy példa, mert ugyan az orvoskaron volt anatómia professzor, de például a Szent Ágotai szakkollégium az ő tiszteletére a természettudományi karon működik. Tehát ez egy kicsit kifejezi az ő tudományirányi nyitottságát is, arról nem beszélve, hogy amikor megnyitottuk ezt a házat, az nap volt az ő 100. születésnapja. Térjük vissza az épületre. Messziről nézve ez rettenetesen hatalmasnak tűnik. Mekkora? 7000 négyzetméter, három blokk épületből, és ehhez csatlakozóan egy hatalmas előadóteremből áll. Három épület különböző funkciókat tölt be, adminisztratív, oktatási és kutatási funkciókat. Ez az előadóterem, ami itt a szomszédunkban van, ez az egyetem legnagyobb előadóterme, 310 fő befogadására alkalmas. Jelenleg hányan dolgoznak itt? Valamennyien megtartottuk a kari kötődéseinket. Van olyan kollégánk, aki csak ide jár be dolgozni, van olyan magam is, aki itt töltöm jelentős részét az időmnek, de vannak feladataim az egyetem másik részein is. Összesen kb. 200-an vagyunk. És jó ez így, hogy ennyiféle tudományterületet képviselnek? Mi vagyunk az egyetem egyetlen olyan szervezeti egysége, amely nem csak a magyar hagyományos egyetemi életet éli, hanem kértünk egy nemzetközi felügyelőbizottságot, hogy adjon tanácsokat. És az egyik fő kérdésük az az volt, hogy nem túl sok ez a tudományterület, amit műveltek, de sok. Próbáljunk is bizonyos érintkezési pontok mentén szűkíteni témákat, de azt is tudomásul kell venni, hogy ennek a háznak a létrehozása az egy egyetem politikai szándék volt, korábban nem ismert kollaboráció kialakítására ad alkalmat. Együtt ülnek emberek, és ma közös pályázatot próbálnak beadni. Hogy van ez, hogy a sok-sok kutatócsoport az a maga jó indulatától függően kap 100 egységet vagy 70 egységet? Nem, az a királyság, amiről ne tetszik beszélni. Az emberek zöme arra van kényszerítve, hogy próbáljon meg pályázatokat behozni. 24 kutatócsoportunk működik ebben a három épületben, mindegyikét meglett tapasztalt vezetők vezetik. Természetesen az egyetem hozza meg az infrastruktúrát, segítünk a nagy pályázatoknál. A
koherenciát megteremteni, de az, hogy kell nekem 5 ml vegyszer, az a kutatóknak a saját felelőssége. Láttam kívülről is ezt a földgömb alakú építményt. Ez földgömb alakú, valójában ez a cél? Az egész épületnek a tervezője, megálmodója, Bachmann Zoltán Kossuth Ybl-díjas professzorunk, aki sajnálatosan néhány hónappal ezelőtt elhunyt. Ő ezt az előadó termet kavicsnak nevezte el. Ez a mecsekről legördülő kavics, amit megfogott ez a két ház, és ide beszorult a kettő közé. Ami egy kicsit a szomorúságunk, ezt a pirogránitot megtetszik nézni. Azt hittem az első kérdéssel, de valószínűleg a második, ez valószínűleg zsolnai. El kell mondanom, hogy ez spanyol, mert sokkal olcsóbb volt, mint a zsolnai. Én a zsolnai kárára ilyen kérdést soha nem tettem volna föl, az teljesen nyilvánvaló. Bemegyünk ebbe a nagy előadó terembe, de itt van valami. Csernis professzor. Jó napot kívánok. Nem akarok zavarni. Fantasztikus belülről is ez az épület. Más az akusztikája, mint egy hagyományos előadó teremnek? Igen, rosszabb. Mesztelen falak vannak. Be kéne bársonyra pérjázni? Fával legalábbis. De a hangosítás az lehetővé teszi azt, hogy elfogadható a hangja. Most éppen milyen előadást tart? Szakorvosok szinten tartó képzése van. Szeretném elmondani a ritmikus biológiai tevékenységeknek a gyakorlati szerepét, illetve annak a mechanizmusát. Ez a terem tehát a kavics belseje fehér, a tetején kis spotlámpák vannak számtalan, mintha ez egy éjszakai ég lenne, ami ellentétben feszül a falak fehérségével, feketék a székek, és én pedig ritmusosan biológiailag el is hagyom a termet. Köszönöm viszontlátásra. Földszinti nagy tér végén kimentünk valahova, és egy teljesen tudományosan felismerhető dolgot láttok, takarítószerraktár, elektromos kapcsolóhelyiség, a lifthez tartunk? Lifthez tartunk, az előbb az A épületbe voltunk, átértünk a B épületbe. Mindegyik épületen vannak betűk és számok. A betűk Szent Ágotai János diplomájából származnak, onnan vannak kivetítve, és az abból készült betűket használta fel az építész. Itt állunk a liftnél, és még nem kérdeztem meg a földszintről rendkívül fontos dolgokat. Nyilvános-e a földszinti tér? Tehát ha valakiben buzog a vágy, hogy a fiatal művészek kiállítását megnézze, csak úgy bejöhet-e? Bejöhet. Az A épület nyilvános, főként oktatási célokat szolgál, nagyon sokszor adjuk ki egyetem kívüli rendezvényekre is. A B részben már látni fogja, hogy óriási szükség lesz erre a kiskártyára, mert nincs szabad mozgás. Megyünk a titokba? Megyünk a titokba. Kedves hallgatóink, megérkeztünk a másodikra. Amíg mi tartunk a következő úti célunk felé, önök hallgassanak meg egy archív felvételt, amit még 2012-ben nem sokkal a központ hivatalos megnyitója előtt készített Schweyer Rita a felelős építész tervezővel, dr. Bachmann Bálinttal. C épület távfővel működik, B épület 100 darab földszondával, illetve egy déli passzív üveghomlokzattal napenergia passzív hasznosítására ad lehetőséget. Ezen kívül az épületnek még egy érdekessége az, hogy a külső héj, ami ez a fehér színű részben perforált héj, 80 cm-re van az épület belső magjától, ami egy vasbeton térváz kitöltő falazattal hőszigetelve. Hűtés-fűtés szellőztetést jelentő vezetékhálózat, ezek légvezetékek két héj között tulajdonképpen az épületen kívül haladnak. Ezzel nem csak mint egy 300 négyzetméter alapterületet spóroltunk meg az épületben, hanem ezek a rendszerek azáltal, hogy a két héj között vannak, attól függően, hogy az épület lehűlő vagy felmelegedő homlokzati felületén vannak, szenzorrendszeren keresztül visszacsatolhatjuk a hűtési-fűtési rendszerbe. Az elképzelésünk az, hogy éppen az intelligens ház rendszerrel az épületfelügyeleten keresztül, ezen szenzorok által nyert adatokból az üzemeltetés közben még tovább optimálhatjuk a működést, és ezáltal az energiaköltségeit is leszoríthatjuk az épületnek. Az, hogy kísérleti központként is működjön ez az épület együttes, ez a szellemiség az önöké? Önöktől ered, vagy Európában van már erre példa? Nem tőlünk ered a felvetés, és együttműködünk Müncheni Műszaki Egyetemmel, próbálgatják, hogy a passzív napenergia, a külső-belső árnyékolás, hő visszanyerések hogyan működnek, de hát ezt pár 10-100 négyzetméteren teszik. Olyanról nincs tudomásunk, hogy egy komplett kutatóközpont 7700 négyzetméteren alkalmassá válhat egy ilyen irányú tudományos kutatásra. Reményénk szerint ez a Pécsi Kutatóközpont erre alkalmas lesz. Most éppen dolgoznak itt bent. Büfé kerül beüzemelésre, illetve egy nagy befogadóképes ruhatár is elkészül. Van egy műalkotásként kezelendő hulladékanyagokból készült kompozíció. Olyan anyagok, amelyeket azt mondta, hogy nem tudtak már használni, kidobták volna őket, de aztán meghajlítva egy nagyon érdekes képet nyújtanak. Ez a kültéri homlokzati burkolóanyag, ami egy rétegelt kompozit homlokzati rendszernek az alapanyaga. Ez a murália, ami egy falkép, ebből az anyagból jött létre. Random a címe, Győri Erzsébet az alkotó.
alkotója. Az újítás, az innováció benne az az, hogy míg ez egy síkbéli homlokzati burkolóelem, kikísérletezték az alkotók, hogy milyen szögben lehet meghajlítani hajlítás által keletkezett, véletlenszerűen kialakult kompozíció. A látogató is felismeri az egyneműséget a kültéri burkolat és se között. Drága alapanyag, nem ment kárba, és egy művészeti alkotásként él tovább az épület belsejében. Önnek van itt szobája valahol? Igen, az A épületben, a déli homlokzaton van egy kutatási helyünk. Két irodából a számítógépes munkahelyek vannak, 6 darab, ahol például a doktoranduszok, illetve egy energiadizájn névre hallgató tanszékünk működik. Több kutatási témájuk már most is van. Ezekre pályázatokat nyertek, amelyből finanszírozok ezeket a kutatásokat. Olyan témákat feszegetnek, ami tervezés korai fázisában figyelembe vehető paramétereket vizsgálnak. Például azt, hogy egy épület tervezésekor mi az az optimális műszaki tartalom, amit be kell terveznünk, és mi az, amit esetleg megspórolhatunk. Volt mintájuk? Vagy pedig éppen azáltal, hogy létezik már jó sok kutatóintézet szerte a világon, valami mást akartak? Vannak az ergonómiát, a tervezés alapvetéseit meghatározó paraméterek, amiket el kell tartani, de utána néztünk, voltunk több helyen, jártunk Grazban, Írországban láttam egy hasonlót, és azóta különben több konferencián volt szerencsém megismerkedni olyan kollégákkal, akik éppen prezentációt tartottak olyan kutatóközpontokról, amik egyetemek mellett létesültek. A világ szerencsésebb részein ez az ipar, a gazdaság által támogatott formában történik. Mi esetünkben Pécsi Tudományi Egyetem ide telepített kutatócsoportok kiválasztásával az ő témáikat már úgy válogatták össze, hogy generálják és ide vonzák azt a gazdasági és ipari hátteret, ami pillanatnyilag nincs meg a régióban. Tehát itt egy fordított esettel állunk szemben. Nagy reményeket fűzök ahhoz, hogy például az infokommunikációs területen vagy más műszaki területen is ebben sikeresek leszünk. Vágtatunk a virológia felé. Ez mi ez a üvegablakos folyosó? Népnyelv szerint a sóhajok hídja. A B és a C épületünk közötti átjáró. A C épületbe kizárólag kutatási célból léphetnek be emberek. Itt már a hallgatók mozgása is korlátozva van. És amit itt tetszenek építkezéseket látni, most fogjuk átadni napokon belül. Egy új beszerzésünk. 200 millió forintért vásároltunk olyan műszereket, amivel kicsi állatokon lehet MR-vizsgálatokat ugyanúgy elvégezni, mint emberen elvégeznek. Kísérleti célból próbáljuk komplettálni a módszertani lehetőségeinket. Egyébként ez egy oktatási intézmény is, tehát a hallgatók ide járnak tanulni? Igen. Az volt a megegyezés az induláskor, hogy ugye akkor idézőjelben csúcspontján volt a Bologna folyamat. Mindenki arra számított, hogy 300-400 fős évfolyamokat csapnak össze alaptárgyak tanítására, és ilyen előadóterm a Pécsi Egyetemen nem volt. Tehát mi ezért építettük ezt a nagy előadótermet, és ezt ki is használják. Jelölt szobák mellett suhanunk el, itt is vannak szobaszámok és a szentágotai jel. Utal a tudományos tevékenységre, hogy vannak poszterek angol nyelven, molekuláris változások a tüdőben. Az öregedő tüdőben, ez volt a címe a dolognak. Professzor úr, milyen szakos? Szakmámat tekintve orvos vagyok, és laboratóriumi diagnosztikával foglalkozom. Tudománytéret, amivel pedig érdekel, az a hormon és az agy kapcsolata. Ez azt jelenti, amit kutat, hogy hogy butul el az ember a szerelem állapotában? Hát körülbelül, igen. Ez nem biztos, hogy butaság. Nem, egyáltalán nem, mert amivel foglalkoztam évekig, az az oxitocin nevű hormonnak az agyi hatása. Feltételeztük akkor, hogy az édesanyában a szüléskor ez a hatalmas oxitocin elválasztás segít feldolgozni az élményt, és segít elfelejteni a szüléssel járó egyébkénti fájdalmakat, amire ha egyszer megszült, utána egy anya nem emlékezik. Ez pontosan így van. Most itt fönt vagyunk a C épület 4. emeletén, ahol vírusokkal foglalkoznak, és ahol most beléptünk, ott a vírusok örökítő anyagait dolgozzák fel laboratóriumi módszerekkel. Ez a laboratórium nem fertőző, nem veszélyes laboratórium. Ezzel szemben viszont egy egészen különleges van, oda nem léphetünk be. Külső ablakon keresztül tudunk bepillantást nyújtani. Élnek a vírusok? Ott élnek a vírusok. Az egy emelt szintű, hármas veszélyességi fokozatú virológiai laboratórium. Szkafanderben lehet benne dolgozni. Egészen különleges berendezések, mozdulatlanságot figyelő kamera abban a pillanatban riasztja a biztonsági öröket, ha valaki bemegy és
nem mozdul meg. Onnan élve egyedül a kutató jöhet ki, mindenki más az egy autoklávon keresztül távozhat, csak a hulladéktól a ruháig minden. Dr. Jakab Ferenc víruskutató egyetemi docens, a vírusbiológiai labor tervezője és vezetője hány éves? 38. Mikor látott hozzá a labor tervezéshez? 2008-ban. Magának a virológiai kutatásoknak pedig 18 éves koromban. Milyen indítottással? Ne haragudjon, tényleg nem ércelődni akarok. Látott egy amerikai rajzfilmet, amiben kis vírusok mentek? Minap találtam meg a padláson 11 éves koromban származó kutatási jegyzőkönyvet, amiben a papucsállatka mozgását vizsgáltam a pocsolyából szerzett vízben. Úgy gondolom, én akkor már eldöntöttem, hogy valamilyen laboratóriumi területre fogok tévedni. De a kérdés egyébként jogos, mindenki ismeri Dustin Hoffmannak a vírus című filmjét. Fiatalon mindenkit ez egy kicsit elcsábított. Azt gondolom, ez a két adalék. Plusz ugye az otthonról hozott egészségügyi vonatkozás, az erre a pályára irányított. Milyen laboratórium van másik az országban? Ahol most állunk, ez egy szimpla molekuláris biológiai laboratórium. Ilyen van. Az úgynevezett biztonsági laboratórium, ami ugye magas fertőzőképességű kórokozók vizsgálatára alkalmas, olyan kutató laboratórium nincs több az országban. Mindig kapnak célfeladatot? Próbálunk igazodni a tudomány mozgásához és jellegi állásához, illetve pályázati aktivitáshoz. Kutatási célunk az az állatokról emberre terjedő súlyos megbetegedések okozó fertőző betegségeknek a minden szintű kutatása. Tehát akkor, ha engem megharap a patkány, vagy szájon csókol a kutyám, az mind a két esetben a maguk szakterülete, csak ez ilyen elnagyolt városias megfogalmazás. Kutya kevésbé nagy probléma, a patkány az igen. Fekete himlő esetében ott ugye az ember volt a gazdája és a cél szervezetés a vírusnak. Egy jó, hatékony oltási kampánnyal lehetett eliminálni a vírust. A zoonotikus fertőzéseknél ezt nem lehet, mert gyakorlatilag mindig lesz szúnyog, mindig lesz kullancs, mindig lesz rákcsáló, ami folyamatosan hordozza és terjeszti a vírust, hiszen ezek az élőlények évmilliók óta együtt élnek ezekkel a kórokozókkal. Akkor mi a lehetőség? Újabb-újabb gyógyszerek feltalálása? Igen, az egy más kérdés, hogy a fertőzést meg lehet előzni. Benézhetünk a másik terembe? Persze. Virológiai laboratórium, fertőzésveszély, belépés kizárólag engedéllyel. Ez a fő bejárat a laboratóriumnak, ez teljes mértékben fertőzésmentes terület. Négy ajtón kell átjutnunk ahhoz, hogy a fertőzött területre érjünk. És beérünk egy egészen pici hófehér csempézet előtérbe, ahol csak dobozok vannak, meg a fal. Cipőnket, kabátunkat, ilyesmit vesszük le, hogyha beérünk a laborba. És akkor megyünk egyel beljebb, védőruhák, itt lehet átöltözni, törülközőkből arra következtetek, hogy itt lehet zuhanyozni is. Igen. Ez egy öltöző, leveszünk minden utcai ruházatot teljes egészében, alsó nemű is, és itt vesszük fel az aláöltözetet, a szkafander alatti aláöltözetet, sterilizálható anyagból álló, hosszújú pólóból áll, illetve lábzsákkal ellátott nadrágból. És erre felhúzunk egy kámzsát, csak az arcunk van kint. Erre veszünk fel egy réteg gumikesztyűt, amit a pólónak az ujjához szalagozunk. Ez fölött még lesz 3-4 egyéb réteg, amit ugye a munkavégzés közben használunk. Megjöttünk a szkafanderhez. Tényleg ilyet csak a moziba látott az ember. Speciális anyagból készített szkafanderek, egy légzésre segítő motor juttatja a szűrt levegőt a szkafander alá, ami felfújja teljes egészében ezt a ruházatot, túlnyomást hoz be létre. Semmiféle beáramlás a szkafander alá nem történhet. És amit csinálniuk kell benne, az egy finom mozgásos dolog. Nem is a finom mozgás a lényeg, hanem a koncentrálás. Nem adhatjuk meg azt az esélyt, hogy véletlenül valami kiesik a kezünkből. Minden mozdulatnak súlya van. Németországi tréningen, 3-as, 4-es biológiai biztonsági szintű tréningen vettünk részt. Nagyon-nagyon kevés embernek van ilyen ebben az országban. Hányan dolgozhatnak itt benne? Hivatalosan 4 ember. Új lenyomatolvasóval tudunk belépni. Uha, benézhetek a lukon, ha fölére? Amit itt látunk, ez egy minden elvárásnak tökéletesen megfelelő, körülbelül 80 kg-os rozsdamentes acélajtó, ami teljesen hermetikusan van lezárva. Ezt 3 darab 400 kilopontos elektromágnes szorítja oda a kerethez, csak megfelelő energiahatással nyílik. Mi eddig jöttünk, ugye? Így van. Most éppen milyen kísérletek folynak? Titok. Nem titok, csak a kutatásnak bizonyos fázisait el lehet mondani, de a kórokozót nem tanácsos. Jelen pillanatban egy rákcsálók által terjesztett kórokozónak a fertőzési mechanizmus vizsgálatát végezzük, illetve egy szúnyog által terjesztett kórokozóval ugyanezt a vizsgálatot, azt szabad mondani, az a nyugat-nílusi enkefalitis vírus, illetve a hantavírusokkal. Változnak ezek? Tehát a patkány 400-500 évvel ezelőtt ugyanazt a kórt terjesztette, mint amit most terjeszt? A kór majdnem ugyanaz, a genetikai állománya a kórok
ozonok nem. Ezek nagyon variábilisak, nagyon gyorsan változik a genetikai anyaguk, ezért kell őket folyamatosan nyomon követni. Honnan szerzik be a vizsgálandó anyagot? Környezetünkből. Nem is gondolná, hogy mondjuk a Pécs környéki erdőkben futkosó kis állatoknak hány százaléka fertőzött ezzel a vírussal. Meg Mexikóból, meg Vietnámból, meccseket tágértelembe kell érteni. Minden, ami mevel kezdődik. Nagyon kapcsolatunk van külföldi kollégákkal is. Az egyik kutató kollégám most volt itt Mexikóba egy 3 hetes expedíción, ahol a denevérek által terjesztett kórokozókat vizsgáltuk és osztuk haza. Maláziából érkeztek most minták. Dél-Kelet-Ázsiában van egy futópályázatunk, ahonnan szintén exotikus vírusmintákat kapunk és tanulmányozunk. Távlatában maga mit gondol, hogy a vírus fog jobban virulni, vagy az ember? Ki győz? Joshua Lederberg, Nobel-díjas kutató mondta azt, hogy az ember folyamatos uralmára a Földön a legnagyobb veszélyt a vírus jelenti. És ezzel azt hiszem, hogy mindent elárultam. Rohanok professzor dr. Kovács L. Gábor után, megyünk tüdőt nézni. Második emelet jobbra, ahol ki volt téve, hogy molekuláris változások az öregedő tüdőbe. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok! Farkas Erika. Professzor asszony nagyon jól néz ki, egyelőre nincs játszóruhában. Látom, hogy nő dolgozik ezen a szinten, mert ki van dekorálva a hófehér fal. Igen, szeretjük a színeket, azt hiszem, hogy ez inkább a nőkre jellemző. Egyik laboratórium olyan, mint a másik, vagy nem mondjak ilyet, mert sírva fakad? Nem fakadok sírva, de azt hiszem, hogy egy kívülállónak ugyanolyannak néznek ki a laboratóriumok. Mindenütt van valami alapzúgás, tehát van valami gép, amelyik éppen valamit mér, számol. Centrifuga. Fölfele jövet a liftben, megcsodáltam a maguk folyosóját, és lefordítottam az öregedő tüdőt. Egyáltalán hol van a tüdőszövet? Amit mi előállítunk, a mesterségesen előállított tüdőszövetet általunk használt laboratóriumokban elkészítjük. Például itt is széles körűen alkalmazható ez a tüdőszövet. A betegségek folyamatainak a megismerésére kiválóan alkalmas, illetve azt is meg tudjuk nézni, hogy a különféle gyógyszerek hogyan hatnak. És akkor a helyet, hogy az emberen próbálkoznánk, nagyon jól meg tudjuk állapítani, hogy hogyan hat a gyógyszer valamelyik betegségre. Ez nem alkalmas arra távlatában, hogy gyógyítsunk vele? Saját elroncsolódott tüdőszövetet pótoljunk mesterségesen? De igen, az egyik célunk pontosan ez. Ezen nagyon sok laboratórium dolgozik. Most kerül a Pécsi Tudományegyetemre megvásárlásra egy olyan háromdimenziós szövetnyomtató, ami pontosan ehhez nyújt segítséget, mert most eljutottunk egy szintre, és szeretnénk tovább lépni, hogy a tüdőszövetnek a méreteit tudjuk növelni. Mindenhez nagyon sok pénz kell. Honnan van? Számos pályázatból. Professzor asszony szerényen nem említi, de ő az egyetemen az egyetlen egy kutató, akinek a munkájába stratégiai befektetők nagyon jelentős pénzt tettek. Igen, le is volt írva nekem ide a papíromra az, hogy kockázati tőke befektetők a projekt mellé álltak. Mit akarnak a projekttől? Milyen típusú sikert? Szöveti regeneráció megismerését, gyógyszertesztelési lehetőségeknek a kibővítését, hogy a személyre szabott terápiában erre lehetőség nyíljon, hogy ott is az általunk kidolgozott technológiát alkalmazni tudjuk. Bármelyik daganat típusból tudunk előállítani olyan tesztrendszert, ami egyes embereknek a daganatainak a gyógyszerérzékenységét tudja majd megmondani. És ez is egy olyan történet, ami egyelőre majd, ha működni fog, akkor a gazdagok és kiváltságosok gyógyítását szolgálja, és utána majd lecsorog szépen, és előbb-utóbb mindenki számára elérhető lesz. Igen, ezeknek a szöveteknek az előállítása az azért drága. Ha erre tovább finanszírozás lehetőség nyílik, akkor nyilvánvalóan ez nem csak a kiváltságosok számára lesz felhasználható. Az lenne a cél, hogy mindenki számára elérhetővé tegyük. Köszönöm szépen. Kedves hallgatóink, most egy hétre elköszönünk a laboratóriumoktól és a Szent Ágotai Kutatóközponttól. A helyszínen a hangmérnök Orosz Péter volt, a szerkesztő Schweyer Rita, a gyártásvezető Rubin Gabriella. Telefonszámunk 328-7170, e-mail címünk a hely@radio.hu. Maradjanak továbbra is a Kossuthon, jön a hírek a vendégháznál. Szép napot, Farkas Erikát hallották. A Hely riportműsor a Kossuth Rádióban Farkas Erikával.
üres kutatóhely még lenne, tehát ha én ide akarok alapítani egy munkacsoportot, a beszélgetés hatása az egyet fejlődésre pályázati cím alatt, akkor lenne szoba? Egyetlen egy területen van üres szobánk, irodaépület harmadik emelete eredetileg nem készült el. Paksi atomerőművel való kapcsolatunk kialakítására építjük föl. Egyébként csak úgy tudunk labort adni, ha valakit mozdítunk. Ez őszintén megmondom célunk is. 3-4 év után, évenkénti alapos értékelés után a só 20%-nak megajánljuk, hogy folytassa másutt. Egy ilyen központnak egy halála van, ha megáll. Ha valaki egy hatalmas ötlettel, egy dinamittal jön, azt is garantálom, hogy személyi konfliktusok révén is, de helyet szorítunk neki. Na jó, hát akkor módosítom a pályázatom címét, interdisziplinárissá, az atomsugárzás hatása a kérdés technikára nevű pályázattal fogunk indulni. Kedves hallgatóink, folytatjuk kalandozásainkat Pécsett a Szent Ágotai Kutatóközpontban, ahol már számos laboratóriumot láttunk, de még korán sem az összeset. Kalauzunk továbbra is dr. Kovácsel Gábor professzor, a központ elnöke. Megyünk a biokémikusokhoz. Ide? Igen, igen. Farkas Erika, jó napot kívánok! Erika, jó napot kívánok! Bogtanárnő Sümegi professzor úrral együtt dolgozik, biokémikusok. Szívvel kapcsolatos biokémiai kutatások. Mik ezek? Megpróbáljuk kitalálni, hogy mik azok a molekulák, amelyek egy szív infarktus vagy egy károsodás után rendbe hozzák a károsodás szívet. Olyan molekulákat keresünk, amelyek természetesen is jelen vannak a szervezetünkben, termelődnek, különösen sportolás alatt is segítenek nekünk. Találtam 2 kis fehérjét, amelyek képesek szívinfarktus után a vénába injektálva rendbe hozni a felnőtt emlős szívet. Próbálják már betegeken az Egyesült Államokban. Nagyon bízom benne, hogy egy szép napon, aki infarktussal bekerül a kórházba, az megkapja ezt a fehérjét. Hogyan keresik ezeket? Milyen módszerrel? Az első kutatásaink azok embrionális kutatásokból származnak, mert az embrionális fejlődés során olyan molekulák szabadulnak fel egy embrióban, ami segíti a szívsejteknek a növekedését, szaporodását. Megpróbáljuk lemásolni a természetet, közvetlenül egy érbe injektálva ez működjön. Sümegi Balázs vagyok. Mekkora ez a kutatócsoport? Elég nagy, ha mindent beleveszünk, komplex módon helyezkedik el. Jelentős része itt, harmadik emeleten, akkor van földszinten is egy része pedig a biokémia intézetnek az első emeletén. A projektek jelentős része kötődik a sejten belül egyik organellumhoz, a mitokondriumhoz. Szervecske. Szervecske vagy testecske. Dupla fala van, és ez nagyon lényeges, ez termeli az energiát. Mivel szívünk működik, tudunk futni, az agyunkat tudunk gondolkodni, az energia döntő részét ez az organellum termeli. Ennek bármi károsodása nagyon-nagyon sokféle betegséget vezet. Van még egy sajátossága, nem jól működik, akkor megöli a sejtet. Amíg az én mitokondriumom jól van, addig én jól vagyok? Addig jól van. Akármit csinál az egyéb 3 millió sejtmagba elzárt emberi. Hogyha azok úgy működnek, ahogy nem kell, akkor mitokondrium nem lesz jó. Tehát az egyik elrontja a másikat egyik ügyesen, és a másik is az egyiket. Így van. Több irányú folyamatok mehetnek. Mondok magának egy példát. Egy nagy műtéten estem keresztül, és nem éreztem magamat erősnek. Bevettem egy olyan gyógyszert, amelynek az egyik mellékhatása, hogy megnöveli a mitokondrium szintézist. Egy hónap után olyan erős voltam, mint 5 éve korábban. Kedves hallgatók, ide tessék jönni professzornak. Mindenki úgy fölgyógyul, mint a sic. Milyen műszerezettség kell ehhez? Verente Zoltán. Nemzeti Agykutatási Program keretében sikerült ide telepíteni egy kisállatokra specializált mágneses rezonancián alakuló képalkotó berendezést. 98-ban már volt egy ilyen műszerünk, amely utána megöregedett. Most már ismét tudunk ilyet vizsgálni. Ugyebár itt arról beszélünk, mikor valakit bedugnak egy csőbe és gépen átnézik. Ez pontosan az. Kisállatokra specializált CT berendezés is van. A CT a statikus felbontásban mutat, az MRI pedig mozgásban? Lágy szövetekre az MRI sokkal jobb, csontra a CT. A másik lényeges különbség pedig az, hogy a CT az ionizáló sugárzással működik, szabad gyököket kelt és hosszabb távon károsít, az MR viszont teljesen ártalmatlan rádióhullámokkal sugározza be a testet. Professzor úr, visszajöttem egy bővített mondat erejéig. Ide van írva a papíromra, hogy a kutatóközpontnak a tudományos igazgatója ez is. Ez kétségtelenül így van. És van dolga, vagy itt annyi önjelölt ember rontja a tudományos ötleteket, hogy csak csitítani kell őket?
van, ez inkább szervezési feladat, tudományos profilnak a megszervezése, csoportok összehozása, illetve jó lenne, hogy pénzeket tudnánk behozni, valamikor sikerül is. Viszontlátásra köszönjük szépen. Kedves hallgatóink, olyan vagyunk, mint a cikázó villám itt az épületen belül. Ügyesen csinálják, különböző liftrendszerek vannak. Igen, ugyanabban a liftben például a fölfele haladás kártyához kötött, a lefele haladás nem. Szökni lehet. Szökni lehet, csak bejönni nem. És akkor följöttünk a B épület harmadik emeletére, haladunk az egérkékhez. Önök hallgassanak meg egy beszélgetést. Dr. Helyes Zsuzsanna professzor, a Kutatóközpont tudományos titkára, a molekuláris farmakológiai kutatócsoport vezetője. Felvételünk idején külföldön van, ezért Svejerit a korábban kereste meg, hogy alvó kisegerek közt beszélgessen vele. Itt a képernyőn most egy egér szeletet látok, főként nem a lábát és a farkát. Ez egy teljes egér, ami altatva. Az most itt nem látszik rajta, de ebben a készülékben volt benne ez az egér, amit itt a kolléganő vizsgált. Azért csak a hátsó része van a képben, mert ez egy ízületi gyulladás modell. Ez a készülék, ez egy optikai képalkotó készülék, ami funkcionális képalkotásra alkalmas. Ez a jel most pontosan azt mutatja, hogy a csont átépülés milyen mértékű a térd, illetve a boka ízületében. Hány ilyen jellegű vizsgálatot kell ahhoz végezni, hogy ebből önök következtetéseket tudjanak levonni? Nagyon sokat. Ez a modell, amivel mi dolgozunk, és amire az utóbbi években itt fókuszáltunk, az elsősorban krónikus modellek. Hosszú távú betegségeket mimikáló modellek állatokban. Persze nagyon-nagyon nehéz egérben, patkányban, állatban modellezni igazából a betegségeket. De ami a legfontosabb, hogy ami minket érdekel, mechanizmus, kulcsenzim, kulcsreceptor, az feltérképezni az emberekben, a betegekben, amilyen mintából csak lehet, vérből, műtéti preparátumból, biopsziás mintából, és ezt az állatokban is megtenni, és amennyiben ez hasonlít, akkor állatokban is olyan modelleket alkotni, ami a lehető legjobban közelíti meg az emberi betegséget. És amire mi fókuszálunk, az gyulladásos és fájdalommal járó betegségeknek a komplex állatkísérletes modellezése, különös tekintettel a hosszan fellálló fájdalom állapotokra, amire most az utóbbi egy évben is, még az elkövetkezendő 3 évben van nemzeti agykutatási program pályázati támogatásunk is. Ilyen betegségek az ízületi gyulladáshoz társuló folyamatok, a tumoros fájdalom, a neuropátiás, azaz idegkárosodással járó fájdalom és a migrén. Amíg nem volt ez a nagyon érdekes, hosszúkás, téglalap alakú készülék, amin belül fekete szerkezeteket látok, addig ezt nem is tudták vizsgálni? Tehát ez most egy kulcsfontosságú előrelépés ennek a gépnek a megjelenése? Ez a készülék és ez a mellette lévő, valamint ez a kisállat CT és az alaksorban lévő kisállat MR, ezek arra alkalmasak, hogy egy krónikus modellben követve lehessen vizsgálni egy folyamatot. Ezzel a két készülékkel ezek nem igazából képet alkotnak az egérről, tehát látja, itt van zöld, meg sárga, meg piros, meg mindenféle jel a képernyőn, hanem ezek a jelölések kódolnak, például gyulladásban kulcs szerepet játszó enzimaktivitást, eregből való plazmafehérje kiáramlást, ami a duzzadást eredményezi. Ezek nélkül is meg lehet határozni ezeket a paramétereket, például szövettani módszerekkel. Ahhoz az kell, hogy az állatot feláldozzuk. Ezekkel csak elaltatom, berakom, megvizsgálom, kiveszem. Tehát nem szükséges feláldozni az állatokat, követni lehet a folyamatot. Ez egy értékes laboratórium? Tehát ezek a gépek megfelelnek jelenleg a kor követelményeinek? Ez a két készülék egyedülálló az országban és a régióban. Legközelebb Csehországban van egy hasonló, a mi laborunk egy ilyen referencia szakértő labor. Büszke vagyok arra, hogy kanadai kollégákkal, horvátokkal jelentek meg közös közlemények ezeknek a technikáknak köszönhetően. És hát köszönhetően annak a nagyon sok útnak, amit megtett ön azért, hogy ez létrejöjjön Szent Ágatai Kutatóintézetnek, ön a tudományos titkára, ami rengeteg kapcsolatépítéssel jár. Ez így van, és én ezt nagyon élvezem is. 24 kutatócsoportot képviselem sokféle platformon, de annak is köszönhető, hogy maga a szakmai teljesítmény, amit mi közlemények formájában tudtunk publikálni itt az elmúlt néhány évben, nemzetközi visszhangot keltett, és hát keresnek minket.
Fontos, hogy nő legyen a hármak egyike? Fontos. Egyrészt azért nagyon elmacsósodna ez a társaság, hogyha nem lenne vezető között nő, és őszintén megmondom, hogy egy női vezető más hangulatot is hoz. Nagyon sokszor több érzékük van, pszichológiai kezelni egy problémát. Az ember hosszú évek után azt mondja, na most akkor neki megyek, és akkor rendet vágok, aztán kiderül, hogyha kétszer megkerüli két mosolyjal, akkor hamarabb ott van. Ha már kompromisszumkészségről beszélgetünk, ugye több kar érdekeit kell figyelembe venni. Lehet igazságosnak lenni, vagy csak törekedni lehet rá? Vannak olyan aspektusai a munkánknak, ahol kell az igazságosság, és vannak, ahol nem vagyok hívva az igazságosságnak. Valós teljesítmény elhúzza ezt az igazságosságot. Tehát oda kerüljön több, ahol nagyobb pesgés van, munka van. Ez egy ilyen balanszírozás. Azáltal, hogy mi itt együtt vagyunk, meghatározott célra tudunk többletértéket adni, amivel a pályázati világban eredményesebben vagy könnyebben lehet kimozdulni, mint enélkül egy szétszórt intézeti struktúrában. Nem lenne jobb akadémiai kutatóintézetként? Az egy másik függés. A Pécsi Tudomány Egyetem évtizedek óta megkülönböztetetten hátrányos helyzetben van. Szegeden az SBK, Budapestről ne beszéljünk, mert egy óriási tudományos háttér, Debrecen gyógyszeripar, itt pedig nem volt. Rá kellett jönnünk, hogy valószínűleg nem is lesz mások által létrehozott kutatóintézet. Sokkal könnyebb lenne, az akadémiai kutatóintézetek büdzséjének körülbelül a harmadát biztosítja az akadémia. Nálunk meg kell küzdeni ezekért a forrásokért is, ez a realitás. No hát, kedves hallgatóink, rohanunk dr. Hernádi Istvánhoz. A rohanás szó szerint értendő, mert egy olyan vitalitású fiatal ember érkezett, akivel futólépésben jöttünk keresztül a hallon. A kísérletes állattani és neurobiológiai tanszék vezető helyettese. Maguk folyosója azon vannak izgalmas kiírások. Ez a ne menj be, maradj kint, ne takarítsunk, mert ez egy különleges hely. Így van, itt van a házban egy nagyon modern állatház. Nem mindenki léphet be az állatházba, át kell öltözni előtte, tehát a higiéniát azt itt nagyon szem előtt kell tartani. Ahová most bemegyünk, ez először a magatartási laboratórium lesz. Azt mondja, miközben szaladtunk, hogy másik két laboratóriumából jött. Összesen hány laboratóriuma van? A mi kutatócsoportunknak 4 különböző laboratóriuma van. Mi nevünk ugye magatartási laboratórium kutatócsoport. Vizsgálataink fókuszában a transzlációs idegkutatások vannak. Az micsoda? Az a fő feladatunk, hogy lefordítsuk az emberi idegrendszeri működéseket az állatokban megfigyelt idegrendszeri működésekre, és az állatokban megfigyelt idegrendszeri működéseket lefordítsuk az emberekben megfigyelt idegrendszeri működésekre. Kettő között valamilyen párhuzamot állítsuk fel. Megmutatom a rajongóját, mert itt van velem Schweyer Rita szerkesztő, aki a cukiságfaktorokkal a szemében és ájult integetéssel mutogatja, hogy egyrészt valakinek a házi patkány fotójai díszíti a pultot, másrészt pedig, hogy termoszból itatják a kísérleti állatokat. Nem, ezek a termoszok másra szolgálnak, amúgy tényleg úgy néznek ki. Ezek kísérleti tárgyak, az állatoknak ezeket kell megfigyelni, majd emlékezni kell rájuk. Fogunk olyan tárgyakat találni, például itt van egy ilyen nagyon szép váza, amit az állatok egyáltalán megvizsgálnak, érdekli őket. Utána két tárgyat kell találnunk, amit az állatok egyformán vizsgálnak meg, nem szeretik jobban, mint a másikat. Ezeket a tárgyakat betesszük egy porondnak nevezett dobozba. Ami... Átmehetünk oda? Átmegyünk egy másik térrészbe. De jó pofa. Ez egy nevelt keresztpalló, de itt van egy porond mondjuk, ami nem más, mint egy doboz. Be van négyzet rácsozva, betesszük a két tárgyat, behozzuk az állatot, mindig ugyanoda helyezzük, és várunk néhány percet, és az állat a két azonos tárgyat nagyjából azonos ideig fogja vizsgálni. Elvisszük az állatot, és visszahozzuk egy fél óra múlva, és lecseréljük az egyik tárgyat egy másikra. A beépített kíváncsiságánál fogva azt a tárgyat fogja tovább nézni, amelyik új. Magyarul fölismeri az új tárgyat. Ez a teszt, ezt úgy hívjuk, hogy új tárgy felismerési teszt. És mit tudtunk meg ebből, hogy az állat legalább olyan jó, mint a csecsemő? Ebből azt tudtuk meg, hogy az állat egészséges, van neki mondjuk rövid távú memóriája. Hogyha egy olyan állattörzset hozunk létre, vagy találunk, akinek mondjuk rossz a memóriája, ő esetleg egy jó modellje lehet mondjuk a idegrendszer leépülésével járó betegségeknek, őt berakjuk, ő nem fog emlékezni. Magyarul egy olyan állatot keresnek, aki időskori demenciában szenved, de már fiatalon ügyesen csinálja. Például ilyet lehet csinálni, vagy olyan állatot például, aki túlsúlyos, cukorbeteg, neki rosszabb ez a teljesítménye. Itt látható ez a játszótér. Van egy olyan vizsgálatunk, amelyikben az állatokat egyedül tartjuk, párban tartjuk, vagy párban tartjuk, és még naponta itt játszhatnak egy órát. Érdekes módon, akik itt naponta játszanak egy órát, azok az előző tesztben 3-szor jól teljesítenek, mint azok, akik egyedül laknak. A magányos öregember gyorsabban betegszik és butul, mint aki a sakkörbe jár hétfőn, szerdán. De valóban ezek az állatok a tesztben rosszabbak, tehát akkor most jön a következő kérdés, hogy azok a már meglevő készítmények, gyógyszeres kezelések, amik javítják a memóriát, azok hatnak-e az egyedül levőknek? Be tudja csapni a szervezetét, mintha sakkörbe járna. Így van, és akkor, ha jobb lesz, akkor már közelebb vagyunk például új gyógyszerjelölt molekuláknak a tesztelés egy ilyen modellben. Például ez egy ilyen ígéretes modellünk most. Benézzünk még az állatházakba, oda nézzünk be! Lehetünk be utcai ruhában. Milyen állatokat nem látok, miközben benézek? Patkányokat látok, ezek laboratóriumi
patkányok. Igazából ez egy hotel. Egyedileg szellőztetett ketrecek vannak, a hőmérsékletet, a fényt, a páratartalmat szigorúan beállítjuk. Ez azért is kell, hogy minden vizsgálatunk a lehető legjobban legyen reprodukálható. Hány patkánya van egyébként? 200 patkányt tudunk tartani. Ezt a helyet több kutatócsoport is használja rajtunk kívül. Itt az egereket látjuk, itt 200 darab hasonló modern egér ketrec van, semmiben nem szenvednek hiányt, sőt, ugye még állatorvosi felügyeletük is van. Szaporítják őket? Igen, szaporítják. Akkor minden lehetőségük megvan a boldogságra. Így van, pontosan. Schweyer kollega elkacsintotta nekem, hogy majmai is vannak, de hol vannak a majmok? Ez a városon kívül van. Rákcsáló vizsgálatoknak kb. 30%-os hatékonysága van, a főelmős vizsgálatoknak 80 is lehet akár. Nagyon-nagyon okosak ezek az állatok, ugye a patkány nem barázdált agyú állat, viszont a főelmősre azt is kell tudni, hogy minden tud, amit az ember, ami nem verbális feladat. Közben rájöttem, hogy kire hasonlít. Gerard Depardieu-re. Ó, köszönöm. Isten ilyen néz ki, köszönöm. Kedves hallgatóink, megérkeztünk ifjú dr. Kistelegdi Istvánhoz, a Pollák Mihály Műszaki Kar Energiadizájn Tanszékének alapítója és megbízott vezetője. Kutatócsoportja az energiatudatos építkezéssel foglalkozik. Mi lehet az az energiadizájn, amit itt lehet csinálni? Egy olyan új interdisziplináris kevert tudományág, amely az építészetet a többi mérnöki és természettudományos szakággal vegyíti. Az energia az egy szimbóluma lehet a műszaki paramétereknek, hogy azok jól működjenek, legyen az fény, hő, levegő, stb. A design az pedig annyit jelezne szimbólumként szintén, hogy szép is legyen ez a dolog. Ez a két dolog vegyítve, hogy jól is működik egy ház, és szép is, ez nem evidens, bizony nagyon nehéz ezt megalkotni. Maga tervezte ezt a házat? Nem, generáltervező professzor dr. Bahan Bálint dékán úr, de abban a megtiszteltetésben volt részem, hogy engem is felkértek, hogy a tervezői csoport tagja legyek. Közösen egy olyan koncepció ötlet született, ami szerint az épületet, mint egy kutatóeszközt tudjuk használni. Ez annyit jelent, hogy a különböző kocka épülettömbökben különböző energiaforrásokat alkalmazunk. A különböző energiaforrásokhoz különböző hőátadó gépészeti rendszereket választottunk ki. Azonos időben tudunk azonos épületen belül olyan visszacsatolást kapni, energetikai, meg működésbeli visszacsatolást az épületről, amit más projektekben ritkán lehet még nemzetközi szinten is megvalósítani. Beváltotta a háza hozzá fűzött reményeket? Az lett belőle, amit megálmodott? Beváltotta, ebből egy módszertant is kifejlesztettem, ami 2011-ben a Pécsi Tudományegyetem azonnal abban az évben még le is védetett, amivel ilyen épületeket tudunk megvalósítani. Az én 120 négyzetméteres lakásomban, házamban ugyanilyen módszerrel meg lehetne a működtetést oldani? Igen. Van egy példa is rá itt Pécsen. Sikerült megvalósítani egy lakóépület felújítást. Az ország első aktív házának szenteltük. Megnézzük, hogy mi lesz a mérés adatgyűjtésnek az eredménye. Olcsóbb így működtetni egy kutatóközpontot vagy egy lakóházat, mintha veszek egy Céper 4-es kazánt, leteszem a pincébe, hordom le az ölfát, veszem a kokszot. Ez a cél. Hol mi be tudunk támadni, az az üzemeltetési ciklus. El tudunk érni 80%-os energiafogyasztás megtakarítást is. Köszönöm szépen. A Szentágotai János Kutatóközpont vezetősége minden évben a Szentágotai Napok keretében díjakat adományoz a munkájukban kiemelkedő teljesítménynyújtó kutatóknak. Idén a junior kategóriában a Szentágotai díjat dr. Bocz Bálint kapta, Schweyer Rita találkozott vele. Előttünk a díja, ez egy nagyon szép bronz plakett. Látszik a Szentágotai Kutatóintézet épületének egyik oldala, Szentágotai János profija és az egyetem címere. Ez még meleg. Most vette át. Úgy tudom, hogy jelölés alapján történt ez, így aztán gondolom különösen elismerő. Témavezetőm javasolt neki, köszönhetem lényegében, hogy jelölve lettem erre a díjra. Nagyon örülök neki, és ez egy nagyon pozitív elismerés. Körülbelül 3 évre visszatekintő kutató munkám, az úgy tűnik, hogy érdemes arra, hogy ezt én megkaphassam, nekem is ez egy biztatás a jövőre nézve. Mit kutatott eddig, hogy azt így ismerték el? Még diákkörösként kapcsolódtam be, az akkor még csak a főépületben működő gyógyszertani intézetnek a kutató munkájába, és elsősorban úgynevezett érzőideg végződésekből felszabaduló neuropeptidek, kis molekulájú elátvívő anyagoknak a hatását vizsgáltuk. Ízületi gyulladás, illetve az idegkárosodás következtében létrejövő fájdalom állatkísérletes modelljeit használtuk, azokban vizsgáltuk ezeknek az úgynevezett peptideknek a hatását, hogyan befolyásolják ezeknek a betegségeknek a lefolyását. Fájdalomkutatás az nekünk mindig is egy domináns profilunk volt, ahol a fájdalom egy fontos összetevés, hát az
az ízületi gyulladás, a neuropátia, vagy éppen ezek az autoimmun bőrgyulladások ilyen szempontból egységes nevezőre hozhatók. Egy fiatal kutatóban mindig ott bujkálhat a kérdés, hogy ténylegesen kutató legyen, tehát erre áldozza az összes idejét, energiáját, vagy pedig nem bírja ki, hogy a klinikumban ne dolgozzon, és hogy rövid távon eredményeket lásson és gyógyítson. Valóban ez a kettőség ez bennem is megvolt. Engem végül is az mozdított el első körben a kutatás irányába, hogy valahogy nekem az egyetem 6 éve az nem volt elég az, hogy letisztázza magamban, hogy pontosan melyik szakirány lenne számomra megfelelőbb. Szerencsére sikerült az előírt 3 év alatt kutatási munkámat maradéktalanul elvégezni, meg tudtam szerezni a fokozatot. Eközben született meg az alkalmazott kutató módszerek alapján igazából az az ötlet, hogy a radiológia irányába orientálódjak. Abban a reményben tettem ezt meg, hogy azért nem kell minden köteléket elvágnom továbbra sem az intézménnyel, hanem meg tudok maradni egy ilyen kettős szerepben, klinikum és a kutatás között. Mellettem ül Vég Tamara, aki október óta menedzserigazgatója a háznak. Mit kell menedzselni, a házat vagy az itt dolgozókat? A házat is és az itt dolgozókat is. Foglalkozom minden ügyes bajos dologgal. Szervezetfejlesztési, kutatástámogatási feladataim vannak. Szeretnénk egy új, olyan jellegű attitűdöt kialakítani a kutatónkba, hogy vállalkozzanak, fejlesztenek, hozzanak bevételt, próbáljunk meg egy picit üzleti piaci szempontból gondolkodni, és ebben nyújtok segítséget. Ez milyen végzettségkel? Közgazdás is vagyok, és szervezőmérnök is. Ilyen modern épületekben, modern kutatóhelyeken következő dolgoknak is kell még lenniük. Menza. Kialakításra került egy büfé, azonban nem volt rentábilis. A fiatalok bejönnek, órát hallgatnak, és a tömbösítés miatt folyamatosan jönnek-mennek. Kiemelt program és egy feladat az, hogy minél tovább itt tartsuk őket. Most már azért látjuk, hogy ahogy korábban sötétedik, itt elüldögélnek, beszélgetnek az a... Napközi otthonos egyetemistaság, ezt kell bevezetni. Én ma azt tanultam Kovács professzor úr, hogy egyetlen tudományos szíve vágya, hogy kávézó legyen az épületben. Igen. Úgy érzem, Tamara, ezt magának kell megvalósítania. Igen, igen. Szeretnénk a 3. emeleti részt befejezni, és ott kialakítani majd egy olyan lehetőséget, hogy a kutatók összetudjanak ülni egy kis beszélgetésre, egy kávé mellett. Ezzel is megindítva nem csak a barátkozást, hanem inkább egy ilyen szakmai kollaborációt. Említettem korábban, hogy van egy nemzetközi tanácsadó testületünk. Nekünk van egy ipari tanácsadó testületünk is. Megkértük, kb. 8 vagy 10 tagja van a Magyarországon jelenlevő komoly innovációt képviselő nemzetközi cégek képviselőit, és a régióban levő innováció iránt érzékenyebb cégek képviselőit, adjanak már tanácsot, egy évben 2-3-szor leülünk velük. Az egy óriási ellentmondás, hogy a Pécsi Egyetem kutatási oldalról legértékesebb portfóliója, az mondjuk orvoskutatás, genetika, orvosbiológia, ugyanakkor a helybeli iparnak az innovációs igénye, az inkább gépipar lenne, mechanotronika. És ez pedig nem hagyományos területe a Pécsi Egyetemnek. Azon kell dolgoznunk, hogy ezt az ellentmondást valahogy föl tudjuk oldani. Az élvonalbeli kutatásunkkal el kell menni a nemzetközi arénába megméretkezni, mert itt nincs játékos. Köszönöm szépen. Kedves hallgatóink, búcsúzzunk a Szent Ágotai Kutatóintézettől, egyben kétrészes sorozatunktól is. Telefonszámunk 328-7170, e-mail címünk a hely@radio.hu. Ott vagyunk a Facebookon is, saját oldalunk van, keressenek minket. Itt a helyszínen a hangmérnök Orosz Péter volt, a szerkesztő Svejjer Rita, a gyártásvezető Rubin Gabriella. Most rádiózzanak továbbra, és a Kossuthon jön a hírek a vendégháznál. Szép napot, Farkas Erikát hallották.